Vagyis elégedett velünk? Velem fizettetik meg a saját hanyagságukat! Ahogy te nem szereted feleslegesen kidobni az ablakon a pénzt, úgy ők sem. Ha majd kiengednek innen, elviszem magát egy diszkóba. Úgy néz rám, mint valami véres rongyra. Folytassa. Catherine, micsoda meglepetés. Most pedig tűnj el innen! Eljött a leszámolás pillanata, Mr. Soprano! Hagyja el az éttermünket. Hol voltál? Óránként hívtalak egész délután. Beszorult a kezem a hulladék aprítóba, és nem tudta fölvenni azt a kurva telefont! Ezen kívül javaslom, hogy ne kezel tovább azt az embert. Elliot, Anthonynak még nagy szüksége van a terápiára. Között hozzá? Van! Szóval inkább húzd el a kopasz búrádat a picsába, jó? Én meg azt hallottam, hogy felújítottad az ismerettséget Catherine Romanoval. A picsába. Ehhez semmi közöd. Nagyon szolgálatkész asszony. Mint a leendő sógorom. Előkerült a mi elveszett főnökünk. Valaki tartozhat neki. Mondd meg neki, Silvio, hogy itt ne száguldozzon. Megmondom, gyere. Micsoda ököl? Neked kocsi, vagy kapsz tőlem biciklit, bár amilyen hülye vagy, azzal is neki mész majd valakinek. Ne balézz már, Silvio. Úgy a fenébe adhatok neked jogosítványt. Ha ez még egyszer előfordul, én fogom kitekerni a nyakat a nyitásra. Tony! Harris nyomó. Üdvözlöm. Hogy van? Jól, örülök, hogy láttam. Erre jártunk. Bemutatom az új társamat, Joe Marquez, Tony Soprano. Örvendek. Meddig bírja majd Harris mellett?